klímaakcióterv, zöld folyosó projekt, nyári gyermekétkeztetés. Több mint 50 kérdésről vitázott a Csabai testület. Értékmérő, Békés megyei lett a Kárpát-medence legjobb csapata. Szeretet a vonalakban, mesefalat kaptak a Becsei óvoda lakói. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A helyi klímaakcióterv, a zöld folyosó projekt és nyári gyermekétkeztetés. Többek között ezekről a kérdésekről is vitáztak a Békés Csabai közgyűlésen. A májusi képviselőtestületi ülésen több mint 50 napirendről határozott a grémium, több közülük nem maradt vita nélkül. Májusi ülését kezdte meg csütörtökön délelőtt a Békés Csabai közgyűlés. A képviselők többek között szavaztak arról, hogy új szolgáltatót keressen a város a szemétszállításra, miután a Nemzeti Hulladékgazdálkodási ZRT visszavonta a Békés Csabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megfelelőségi tanúsítványát. Az elfogadott javaslat szerint a még érvényben lévő szerződés megszűnésétől, június 1-től számítva, legfeljebb 6 hónap alatt kell megtalálniuk a döntéshozóknak az új szolgáltatót. Az ülésen beszámolt a Délalföldi Közlekedési Központ, amelynek működésében a helyi járatok üzemeltetése több mint 16 millió forintos veszteséggel zárt tavaly. A hiány egy részének megtérítését megszavazták a képviselők. Döntés született arról is, hogy ingyenesen parkolhatnak a városban az elektromos autók. Növelték a Békés Csaba Hazavár ösztöndíj program keretét, illetve a hatékonyabb működést elősegítő módosításokat fogadtak el. Elhangzott, a program elindítása óta 12 Békés Csabai fiatal részesült felsőoktatási hallgatói ösztöndíjban, és 28 fő kapott életkezdési támogatást. Az idei tavaszi programban február 28-áig összesen 27 pályázat érkezett. Egyhangulag elfogadták Lenkefi Zoltán pályázatát, aki egyedüliként indult a Napsugár Báb Színház, jelenleg is általa betöltött igazgatói pozíciójáért, így továbbra is ő vezetheti az intézményt. Ismertették Békés Csaba energia- és klímaakció tervét, ami mind a közlekedésre, mind a lakóépület állományra vonatkozó adatokat is tartalmazza. A jelen tanulmányból kiderül, hogy több mint 29 ezer háztartás és 20 ezer autó van a városban, amelyeknek az energiafelhasználását hosszú távon csökkenteni kell. Elhangzott, a megvalósítási lehetőségek kidolgozása még folyamatban van. A közgyűlésről készült részletes tudósításunkat a behír.hu-n olvashatják, teljes adásunkat pedig szombaton, illetve jövő kedden 10 órától megismételjük a 7.tv-n. Levélben fordult az MNV ZRT-hez az MSZP Békés Csabai szervezetének elnöke, Miklós Attila arra kéri az állami tulajdonú céget, 4 millió forinttal támogasson egy helyi civil szervezetet. A politikus azt reméli, mások is követik majd a kezdeményezését, ami egy országos megmozdulássá válik. Indoklásként az átlátszó.hu által közzétett listát említette az energiaipari vállalat társadalmi szerepvállalásáról. Ebből kiderült, hogy több kulturális és sportesemény szponzorál mellett a ZRT a legnagyobb összeggel, több mint 500 millió forinttal a Civil Összefogás Fórum általános tevékenységét támogatta tavaly. Azt gondoltam, hogy ha már ilyen bőkezű mecénás az MVM, akkor vannak más, talán fontosabb társadalmi érdekeket szolgáló szervezetek is, és én egy Békés Csabai életmentéssel foglalkozó alapítványra szeretném felhívni Csiba Péter elnök vezérigazgató úr figyelmét, és egy életmentő eszköz beszerzéséhez kérem a támogatását. Békés megye csapata lett Kárpát-medence legjobbja a Békési értékmérő elnevezésű országos versenyen. A keddi sajtótájékoztatón a Kárpát-medencei értékőrző vetélkedéről számolt be a Békés megyei önkormányzat. Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke köszöntötte a megmérettetésen kiemelkedően szereplő diákokat. A többkörös vetélkedő nemzeti elődöntőjét a Lakitelki Népfőiskolán rendezték, melyre minden megyéből egy általános iskolás és egy középiskolás csapat érkezett. Azért szerveztük elsősorban ezt az értékmérő nevezetű megyei hungarikumokkal és nemzeti értékekkel foglalkozó vetélkedőt, mert azt szerettük volna, hogyha a versenyben résztvevő fiatalok minél jobban megismerik azokat az értékeket, amelyek a településükön, a megyében körbeveszik őket. Az elődöntőből 13 csapat jutott a fináléba. Az országos elődöntőn a Békés Csabai Széchenyi István szakgimnázium csapata nem jutott be az utolsó körbe. Igazából tényleg az érettségre való felkészülésben jelenti a legtöbbet, hiszen már legalább erre a részére nem kell úgy tanulni, és nekem tényleg ez a csapatszellem az, ami a legtöbbet jelentette a felkészülés során.
A megyét az általános iskolák között képviselő gyulai magvető református általános iskola és óvoda harmadik helyen jutott a fináléba. A döntőben hiba nélkül oldották meg a feladatokat, és az első helyen végeztek. Nagyon szoros volt a verseny, 0,2 ponttal nyertünk, és olyannyira szoros volt, hogy az 5 játékból 4 játékot minden csapat megoldott hibátlanul, így csak a kis filmünkön múlott. A Hungaritmus. Életünk része. A verseny több fordulóból állt, így folyamatos felkészülést igényelt a diákoktól. Igen komoly dicsőség ez számunkra, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen szépen sikerült a csapatnak az eredménye, amihez nagyon sok segítséget kaptunk több helyről is, többek között a Békés-megyei önkormányzattól is, amit szintén megint köszönünk nekik, és a szülőktől is, és hát igazi csapatmunkaként a gyermekek is nagyon oda tették magukat, és minden lehető, tőlük telhetőt megtettek ezért, hogy így szerepeljenek. A diákok amellett, hogy bejutottak az országos döntőbe, egy háromnapos erdélyi kirándulásra is elutazhatnak. Második ülését tartotta a Békés Csaba 300 várostörténeti emléktestület. A testületet 2016. novemberében Békés Csaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlése azért hozta létre, hogy előkészítse a város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozatot. Az ülésen a városvezetők mellett a városi civil szervezetek, hagyományőrzők, intézmények és a helyi történelmi egyházak képviselői egyeztetnek a főrendezvények részleteiről és a kísérő programokról. Már eddig is legalább 60 programelemre érkezett javaslat, amely történetiséget, zeneművészetet, kiállítást, vetélkedőket, szoborállítást és egy nagy nyitó és nagy záró rendezvényt tartalmaz. Várhatóan 2018 áprilisában fog majd elindulni a programsorozat, és valahogy az ősz végén fog majd befejeződni. A nyári szünethez közeledve ismét megrendezték az Evangélikus Gimnázium művészet és diákjainak munkáiból összeállított kiállítást a Békés-megyei Könyvtárban. A Begárt tanév végi kiállítása június 12-ig tekinthető meg a Békés-megyei Könyvtárban. A diákok által készített legjobb munkákat felvonultató kiállítást az intézmény festőművész, művészpedagógusa Fazekas Attila nyitotta meg. Begárt néven, Begárt kiállítás néven futott az évi kiállítás, az évi anyag. Az Evangélikus Gimnázium igazgatója Köveskúti Péter köszöntőjében elmondta, büszke arra, hogy a 19. tanévet kezdték meg idén, mint művészeti szakgimnázium, illetve korábban művészeti szakközépiskola. Kiemelte, hogy az intézmény az országban egyedülálló, hiszen egyházi fenntartású művészeti szakképzés máshol nincs. Igazi ékszerdoboznak tekintjük ezt a fajta munkát, ami itt történik, hiszen kreatív embereket képzünk itt, akik már végeztek nálunk és visszajönnek, mind arról biztosítanak minket, hogy a munkavilágában jól megállják a helyüket, szeretik őket, szeretik kreativitásukat, és önálló gondolatai és különleges gondolatai mindenképpen kedvezően hat az ő piaci megjelenésükre. És ezt mi nagyon szeretjük és örülünk neki. Köveskúti Péter hozzátette, úgy véli, hogy a művészeti képzésekben tanuló diákjaik maximálisan megfelelnek az Európai Unió 4K elvének. A jövő munkavállalói ugyanis az Unió szerint legyenek kreatívak, kommunikatívak, gondolkodjanak kritikusan, valamint képesnek kell lenniük másokkal kooperálni, vagyis közösen dolgozni. Azok a diákok, akiknek a műveket kiállították, elmondták, megerősíti őket az elismerés. Nagyon örülök, hogy az enyém is kijutott, mert nagyon sokat dolgoztam ebben az évben a portré rajzolással, és úgy érzem, hogy ez egy kicsit magabiztosságot sugall. A Begart tanévvégi kiállítás június 12-ig tekinthető meg a Békés-megyei Könyvtárban. Egy napi bevételét ajánlotta fel az újkígyósi Yes Chef hamburgerező a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számára. A szervezet egy korszerű Békés-megyét ellátó koraszülött mentőautóra gyűjt. A járművel a régió koraszülött csecsemőinek szállítását tudnák megoldani. Tessék parancsolni! Abdul doktor még a pult mögé is beállt, hogy a sajtó munkatársait megvendégelje egy kis frissítővel. A rendezvényen jelentették be, hogy a hamburgerező egy napi bevételét ajánlotta fel a koraszületmentő alapítvány számára. Szeretnénk felajánlani
a gyulai koraszülött osztálynak, és akkor a mentőautóra ugye összegyűjtött pénzt felajánlani, és ezzel is segítsünk azzal, hogy minél hamarabb meglegyen ugye ez a mentőautó felszereléssel együtt. A tulajdonosok személyes érintettségük okán is szívügyüknek tekintik az alapítvány támogatását. Abdul doktorral pedig kifejezetten jó viszonyt ápolnak. Az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a gyűjtés jól halad, közel 27 millió forint van az alapítvány számláján. Jelenleg a mentőautó gyártójával tárgyalnak. Megállapodtuk, hogy mi legyen a mentőautóba, milyen árban lesz a mentőautó, egy részletes árajánlatot, illetve részletes megállapodási szerződés készül. Hamarosan ide jönnek Gyulára, aláírjuk a szerződést. Megbeszéltük, hogy szeptember végére meg lesz a mentőautó. A korababákat segítő gyűjtést 27-én szombaton bárki támogathatja egy kiváló hamburger elfogyasztása mellett. Az új kígyósi jessév aznap déltől várja a vendégeket. Mesefalat adtak át kedden a Békés Mérték közösségi ház tagjai a dr. Becsei Oszkár utcai óvoda gyermekeinek. Az intézmény udvarának betonkerítésére festettek mesefigurákat, amit egy egész délutánt megtöltő játszóházzal kiegészítve lepleztek le. Izgatott gyereksereg töltötte meg kedden délután az óvoda udvarát, akiket sok-sok játékkal vártak a Békés Mérték közösségi ház tagjai. Az eseményt a Budapest Bank Békés Csabáért program segítségével szervezték, aminek másik része egy meglepetés előkészítése volt. Az óvoda betonkerítését mesefallá változtatták a civil szervezet tagjai. Ám a gyermekek most még nem tudják, mit festettek nekik a falra. Várták már ezt a délutánt, felnőttek és gyerekek egyaránt. Ez a szülőkről nem is beszélve, mert ők is nagyon izgatottak, hiszen még ez idáig egyben nem sikerült meglesni ennek az alkotásnak a lényegét, ugyanis naponta készült a festés, tehát részenként lett festve, és mindig le lett takarva, úgyhogy a gyerekek ebből semmit nem láttak eddig, még úgyhogy rettentő izgatottak vagyunk. A mesefalat Gálkosáros Máté leplezte le, akinek köszönhető, hogy ezt az óvodát választották ki a program szervezői. Előzőleg ugyanis egy rajzpályázatot hirdettek gyerekeknek, a győztes jutalma volt a családi délután. A nyertes rajzra 380-an szavaztak, kis alkotója magát az óvodát vetette papírra. A gyerekek voltak, meg volt a úgymondva sziklaket, meg hát más minden játék. Így most az egész óvoda hálás lehet Máténak, szülei pedig igazán büszkék rá. Fantasztikus érzés, az az igazság, hogy nagyon szeretünk ide a Becsei óvodába járni, és nagyon örültünk neki, hogy Máté egy kicsit itt hagyja ugye a kéznyomát, lábnyomát, azt gondolom, hogy mindenki fog rá emlékezni. A mesefigurákkal tarkított kerítést önkéntes művészeti iskolában tanulók, illetve pszichiátriai és szenvedélybetegek készítették. Nagyon jó érzés volt, meg ahogy, ahogy meglátták, az az öröm, az nagyon szép volt. A vonalakon rajta van ki lehet olvasni azt a szeretetet, amit a gyerekek iránt éreznek az iskolások, meg mi is. És igazából az jelentett igazán jó érzést, hogy a gyerekekre gondolt az ember közben, és amikor csináltam. A kezdeményezés vezetője elmondta, az volt a fő céljuk, hogy az ellátottjai kimozduljanak otthoni, elszigetelt környezetükből. Ez a fal, ez egy felkiáltó jel itt Békés Csabán, hiszen Békés Csaba egy elfogadó, egy befogadó város, ahol nem azt nézik, hogy ki honnan jött, vagy ki milyen stigmákkal, illetve milyen körülmények közül jön, hanem azt nézik, hogy ő is ember, húsvérember, és lehetőséget adnak arra, hogy egy közösségben, egy térben együtt töltsünk egy délutánt. És úgy gondolom, hogy ez csodálatos dolog, és csodálatos dolog ilyen városban élni. A közös alkotás sikerén felbuzdulva nem kizárt, hogy a szervezet tagjai más, hasonló jótékonysági vagy közösségi akciókba is bekapcsolódnak majd a jövőben. Több száz diák mérte össze tudását a szerdai városi középiskolás csocsóversenyen. Az immár harmadszorra megszervezett eseménynek a célja a tehetségek megtalálása és felkarolása. A versenynek idén a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont.
középiskolások körében egyre népszerűbb rendezvényen 10 középiskolából 51 csapat és 16 egyéni kategóriában induló diák vágott neki a megmérettetésnek. Többen voltak olyanok, akik már visszatérő versenyzők. Most vagyok végzős, és másodjára vagyok itt, és most egy másik párral vagyok itt, akivel előzőleg indultunk, szóval ez a másik alkalmam. A békéscsabai középiskolások már harmadik alkalommal küzdhettek meg egymással. A viadal célja, hogy népszerűsítsék a csocsót, mint sportágat, és egy jó hangulatú versenyen mérjék össze tudásukat a fiatalok. Gyakorlatilag minden szórakozó helyen ugye találunk csocsóasztalt, ez bevonza a diákokat, a célunk pedig ugye ezzel az lenne, hogy gyakorlatilag ne csak a kocsmai körülmények között játszanak, hanem ezt is meglássák, hogy milyen az, hogy a csocsó mint sport, hogy tudják ezt kamatoztatni. A mérkőzések 5 asztalon zajlottak a Csaba Gyöngye nagy termében. A résztvevők mellett akadt olyan fiatal is, aki ugyan nem indulhatott, mégis jelen volt és segítette a szervezők munkáját. Személy szerint harmadjára vagyok itt ezen az eseményen. Első versenyen még tudtam indulni, ezen a második és a mostani harmadikon már nem tudok sem is indulni, kinőttem belőle, de nagyon tetszenek a rendezvények. Mindkét kategóriában az első 3 helyezettet díjazták. A kupák, érmek és oklevelek mellett ajándékcsomagokat is hazavihettek a dobogósok. A megmérettetést a tervek szerint jövőre a Gépészeti Szakgimnáziumban rendezik meg. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!